Ibrahim egy olyan szám... Ja, bujék! Majdnem elfelejtettem. Egy olyan számot szeretnék bekonferálni, amit önök még soha nem hallhattak. Diniku Pacsirta című számát emberi hangon fogja elénekelni kedvenc színészem, aki most következik. Soha ezt még ember élő embereknek nem énekelte, halottaknak se, nem azért. Szinte lehetetlen elénekelni a szövegét. Én írtam, ezért majdnem betiltották a színházat. Fogadják nagy nagy szeretettel a számot, Diniku Pacsirtáját. Csóta, bujjék! Ez az idióta konferenc a fehér zakóba azt mondta, hogy ezt emberi hangon el lehet énekelni ebbe a tempóba, hallod? Hát még sose sikerült, lehet, hogy most is verépke lesz belőle, vagy az a pacsirta lesz belőle, amit az olaszok lelőttek, vagy esetleg egy sarka. Ezt megpróbáljuk elérni, tessék, figyelj! Egy nagyon fontos mondat, de szeretnék kérdezni. Jó a tempó, elég jó, lehet hallani. De csak a hegedű tudja. De most egyet kérdezek, de őszintén válaszolják, mert magukat veszi a kamera. Ki az, aki önök között komolyan gondolt, hogy ebbe a tempóba ezt emberet tudja énekelni? Tegye fel a kezét, aki arra gondolt, senki. Én is így gondoltam a viszontlátásra. Csókolom! Pacsirta! Még a primások közül is csak a legjobb tudja játszani. Most figyelj, gyere, közelebb hozzám. Ez a jó tempó, ne hangoskodj. Hát megpróbálom rázni a kezem, ezzel érezzék, hogy román szám. Jó, muszáj, mert ugyanis az a román-magyar barátságot próbálom mélyíteni vele. Ez az. Ez már annak szól. Köszönöm. Van nekünk elég bajunk, ha balra nézek, jobbra nézek, parlamentet darás, fészekbánya, botrány, lehallgatás, benne van az egész bagázs a kölbe, szorított haraggal, anyázva, dobálják a szarral, egymás, de jó üzletbe benne vannak, jobbkézaggal lopnak, csalnak, de kimásznak, ők mindig kimásznak, egymásra vigyáznak, de nagyon vigyáznak, ma én nekem holnap neked felrobban az autó velem, baszek, viplistát csinálnak, bankok sarkán kurvák állnak, ülve, állva, fekve, hason, a spriciké itt a haszon, de kimásznak, Kérem, én megfújtam. De mostanában néhány jó megszívtuk. Kimásztad, de vagyok kimásztad. De vigyázzad, de vagyok vigyázzad. Mert ez az ország itt egy aranybánya, aki nem lop, majd megállja. És táncs bőle. Na nézzük meg. Mi az, amit megszívtunk mostanában? Mondják velem. Tocsikolás! Tocsikolás! Bányabotrány! Bányabotrány! Lehallgatás! Lehallgatás! Mi lehallgatunk! 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 Mi leh